mint a lottózónál. Tré. Jaj, tré. Tré. Melléknév. Jelentése vacak, rossz, használhatatlan. Egy héber szóból, a tréfából ered, amely azt jelenti, valami nem kóser. Ennek a jiddis változata a tréfli, vagy röviden a tré. Ősi jiddis szó. Például a tré, az a eredeti jelentése a tréfliből származó, ami nem azt jelenti, hogy nem kóser elsőlegesen, hanem azt jelenti, hogy szétszaggatott. A Tórában azt az állatot, amelyiket állat tépi szét, azt hívják tréfának, vagy így is tréflinek, és innentől fogva átment a magyar nyelvben a tréfli szó, aminek egy lustább verzió a tré. Tehát gagyi, nem jó, kvázi nem kóser. Másik az, hogy miért lettem rabbi. És megvan a toposz válaszom is mind a kettőre. Most kezdjük a másodikkal. Azért lettem rabbi, mert olyannal szeretem volna foglalkozni, hogy minden szegmense érdekel. Tehát a rabisági munkában igazán nincs olyan pont, ami nem volna izgalmas. Tehát lehet, hogy egy jogásznál például unalmas, amikor kevesen a jogszabályokat, meg perrendtartást. Nekem nincs ilyen rész a rabiságomban. Tehát az emberek közötti kapcsolatokkal való foglalatosság, Isten való foglalatosság, közösségépítés, mind borzasztó izgalmas és borzasztóan megújuló dolog. A zsidóságnak a vallás megélése, ez nem csak Istenről szól. Tehát a zsidóságban azt mondja maga a zsidóságnak egyik alapkönyve, a Misna, hogy a világ három dolgon áll. A Tórán, Isten szolgálaton és jótettek gyakorlásán. Ez a szóbeli tan, a Talmud első mondatai közé tartozik. Azt jelenti, hogy három dolog, ugye a Tóra az örökké való, tehát a törvény. Az Isten szolgálata az vagyok én, hogy én ezt hogy látom magamat ebben az egész történetben, és a jótette gyakorlása ez az embertárs. Tehát három felé irányul ez a gondolkodás, ez az egész zsidóság kérdés, és amikor ugye előbb mondtam ezt a mit szeretek a rabiságból, ez egyik volt még csak. Tehát amit most beszéltem, az esküvő, temetés, betés, ez csak az ember-ember között. Nem beszéltem a közösségemről, mint amblok, és nem beszéltem az istenkeresésemről például. Tehát, és van igény arra, valahová tartozzunk. Ez egy borzasztó fontos abban a világban, amilyen globálisan működő rendszer. Tehát ahogy is mondják ezt elegánsan, ez a lepke-szárny effektusnak szokták nevezni. Ugye, hogy a lepke megrázza a szárnyát Hongkongba, akkor itt lezuhan a benzinára, vagy fölemegy a benzinára, annyira összekötődik az egész világ. Nagyon fontos az, hogy az individuumok előjönnek. A zsidóságban szerintem, ahol egyénként kell megélni a saját zsidóságodat. Tehát a Isten és te közötted egy személyes kapcsolat, a parancsolaton keresztül, az ünnepeken keresztül, a hétköznapokon keresztül, ez lehetőséget ad arra, hogy valamilyen módon önmagad legyél. Tehát kívülről egy vallás börtönnek tűnik. Belülről szerintem egy borzasztó nagy szabadságot ad. Budapesten működik 16 darab, ha jól emlékszem, neurók zsinagóga. Van olyan zsinagóga, ahol nincsen ilyen interaktív, ilyen V2-es, tehát web2-es élet, meg ilyen, hanem egyszerűen a zsinagóga működik, és olyan emberek mennek oda, akik arra vágynak, egy konzervatív,
gondolatra állnak, ott nem kell internet, meg streamelt kamera, meg párnás szék, hanem jó az a kis rész, ami nekünk van. És ott elimádkozgatnak, erre is van igény Budapestre. Tehát valaki azért megy oda, mert például én sok vagyok nekik. Épületelőtt? Vagy épületes szembe? Jó, épületes szembe az a zsinogait. Amikor ide kerültem, ember nem tudta, hogy itt a zsinogat el van rejtve. Kirakta egy kőtáblát a tetejére a zsinogának. Azt sejtkezőek rakosgatott fel oda. A magyar zsidóság legnagyobb ellenség a tudás hiány. Tehát nem tudjuk, mi az a zsidóság. Pont te is elmondtad, ezért ott a rabbi és prédikál a Sábeszről, meg a Pészákról. Hát nem az a zsidóság. Az két pont a milliárdnyi pontból. És én megtanítom, hogy mit mond neked Ábrahám, mit mond neked Izsák, mit mond neked Jákob, vagy Mózes. Mit mi a sorok között, mi az, ami tényleg a mi rólunk szól, és ezt el lehet mondani 2 éves, 12 éves, 22 éves, 82 éves embernek is. A régi zsinagógából megmaradt ez, az eredeti avatási 38-as. Szerintem az elnök, aki csinálta, közben meg is halt ezzel a felesége. Adta. Ez látható az eredeti fotókon, amikor fogadták. A kőtábla szintén az eredeti zsinagógából van, a Bocskai útról, illetve ez a eredeti Fritzeklinnek a ajtaja. Tehát ez a hám, ami megmaradt a régiből. Ha adok interjút nyugati újságoknak, német, amerikai, stb. Első kérdés. Rabbi úr, van antiszemitizmus? Én még nem éreztem annyira erősen saját életemben. Miért? És visszakérdezek, hogy miért? Mert hogy ha tegyük föl, én Radnóti Zoltán elmegyek dolgozni a NAV-hoz, mozdonyvezetőnek, tök mindegy, mozdonyvezetőnek, és akkor hallom, hogy hátam mögött zsidók, és nem tudják, hogy én zsidó vagyok például. Akkor hallom az antiszemitizmust. Mert egy professzionális zsidó vagyok, aki ott vagyok, engem őket nem zsidóznak a többiek. Tehát én nem hallom azokat a hangokat, amit a híveim, vagy a barátaim hallnak a munkahelyükön, a boltjukban, vagy bárhol. Ízze a zsidók megint akármi, ezt csináltak, a kormány zsarolják. Ez kimerült az én életemből, ez a hátam mögött végighallgatott zsidóság. Mert egyszerűen csak zsidók között forgok szinte. Hát a munkahelyemen, az egyetemen, a Síp utcában, a televízióban, amikor interjút adok, akkor is zsidóként állnak hozzám. Én egy profi zsidó vagyok, éppen ezért kimaradtam ebből a strandfociból. Egyik oldal. Tehát én ezt ilyen módon nem élem meg. Egyszer egy árverésen láttam egy összetekert képet, ami mondta, hogy Héber fiatos kép, és megvettem, és akkor vettük észre azt, amikor megvettem, hogy egy borzasztó rossz a kép, gyenge, ez össze volt tekerve, de ha megnézed, alánézel, de ezt én raktam fel egy tükörre, hogy egy tóra tekercsre van ráfest egy festmény. Látod? Tóra tekercs alul. Mindannyiunkban ott van valamilyen szinte ez a holokauszt trauma. És akár álmokban, akár a tetteinkben, akár a félelmeinkben ott van az a holokauszt. Én pont azt mondtam egyik interjúban, amit adtam, hogy a zsidók lenyelték az összes olyan törvényt, ami picit zavarta őket a elmúlt években, amit a kormány vagy a parlament hozott. És a legkisebben
egy rohadt kis szobron pattant ki a ballé. Nem a nyugdíjak elvétele, nem a, itt a szobron. Miért egy szobron? Ilyen hülyeség. Egy Szakály Sándor, egy ezredik történészen az országban. Azért, mert beléptek a zsidó ember privacy-ébe. És azt megmondják azt, hogy a te saját történelmed, a te saját múltad, a te saját emlékeid, azok hamisak. Rosszul emlékezel, rosszul tudod, se te saját életedet. Na ez, amit ezen kibukott mindenki. Tehát a zsidóknak megvan a saját fájdalmaik. És ezeket nagyon vigyázunk a fájdalmainkra, a saját könnyeinkre. Ezt ne vegyék el tőlünk. Ezen ott a rész alatt van egy szoba, az a zsinóga. Ezt lefejlentünk volna, ha megfordulnánk, hogy lemegyünk, egy ekkora hely volt a zsinóga. Ezt már itt meg tudom tudni jelent, hogy akarod majd, hogy hogyan növeltük szép lassan lépésre lépésre a zsinóga épületét. És viszont ami fontos volt az, hogy amikor teljesen átalakítottuk, akkor a régi ablakokat visszaépítettük, az a régi ablak például, ami ott középen van. Miért csak már beszélgetni egymással, tehát itt már nem beszélgetni, tehát az a lényeg, hogy elején válasz a férfi a nőtől, de nem kell egy ilyen betonfalt ide rakni. Hát van elválasztás, meg van a válmagasság, tehát ami. És az is fontos volt nekem, hogy ne hátul rakjam be a női részleget, a férfiak elől nők hátul, hanem egymás mellé legyen rendelve a kettő. Tehát ez nem egy ilyen, ha már létezik hierarchia, nem kell ilyen erősen kihangsúlyozni, hogy ti hátul, miért, hanem együtt, egymás mellett vagyunk. Ez is fontos. És azt, hogy nézzék a nők azt, hogy ők teljesen kivannak rekesztve, ez majd a viszonylag átlátszó szúnyogháló. Ami szintén meg lett tervezve, de benne van az is, hogy ezt bármikor fogom ki. Lejjebb rakom, ha sikerülni fog, hogy jó lesz. Bármilyen programnál tudom venni, annyit tudom tolni. Én sose arról beszélek, hogy mit csináltak a nácik, hanem arról beszélek, hogy azok az emberek, akiket ott meggyilkoltak, mit nem tudtak befejezni, milyen munkát. És az nekünk mennyire kötelességünk az, az ő szavaikat, gondolataikat, meséiket, álmaikat bevalósítsuk. Azért maradtunk életbe, ilyen kevesen. És az emlékezés az, ha én fejezem be az ő szavaikat. Ez az igazi emlékezés. Nem a könnyekkel, hanem a könnyek és tettek. Egy barátom definiálta így nagyon-nagyon pontosan, aki olyan idős, mint én, 45 éves, az ő szülei megtudták, hogy zsidók a lágerben gyerekként. Ő megtudta, hogy zsidó a temetőben gyerekként, hogy vitték a temetőbe a nagyszülők sírjához. Az ő gyereke, tehát a 5-6 éves gyerek, megtudta, hogy zsidó a zsinagógában. Tehát ez a különbség. Tehát láger, vagy temető, vagy zsinagóga. Egyik dolgom az, hogy beszélünk az Istenről és a zsinagógáról, hogy az embernek elmagyarázom azt, hogy ez nem valami óhéber duma a egész zsidóság, hanem az annyira ott van mi mindennapjainkban, a fölkeltünkben, a lefektünkben, a beszélgetéseinkben, a kapcsolatainkban, a barátságainkban, hogy ez a miénk.